Sok utat bejártam egymagam, sok órából áll minden éjszaka. Sok-sok idő, sok-sok mérföld. Egy gyerek szemével látom most mindet. Van Morrison, Take It Where You Find It. Epilógus. 1966 nyara. A táncverseny favoritját és az 50 dolláros fődíj várományosát egy sötét göndörhajú puertorikói srácot Rubennek hívtak. Szűk szürke nadrág volt rajta, olyan élesre vasalva, hogy elvágta volna az ujjamat. A tornaterem sarkában áldogált, háttal a háromtagú zenekarnak. Rágózott, bele-bele szívott egy Viceroy-ba. Várta, hogy a lemezlovas megadja a jelet, s elkezdődjön az éves Chubby Checker Twist királyverseny, amelyet az iskola szponzorált. Elég jól néz ki, mondtam Rubent nézve. Úgy néz ki, győzni fog. Szerintem úgy néz ki, mint aki túl sokszor látta a West Side Story-t, véleményezte Johnny. Nem gondolja, hogy jó vagy Shakes, nyugtatott Michael, hiszen nem ismer. Én sem gondolnám, hogy jó vagy Shakes, szólalt meg Tom, és a vállamra tette a kezét. Pedig én ismerlek. Cipőben simán ver, jelentette ki Johnny. Csótány roppantó van rajta. Az a jó twist cipő. Szarul néz ki, de a talpa jó. Na mi van, te vagy itt Tom McCann? Förmettem rá. Az enyémmel sincs semmi baj. Ki táncol még rajta kívül? Kérdezte Michael. Három ír srác a 46. utcából. És jók? Néztem Tomira. Azt hallottam, elég nagy barmok. Miért? Szerinted a twistet a főiskolán tanítják? Nevetett Michael. Csak brahiból iratkoztak fel, magyarázta Tomi, hogy egymáson röhögjenek. Annyira bénák, hogy egy női börtönben sem tudnának csajt szerezni maguknak. Van még az a hülye gyerek a pizzériából, úgy hallottam, ő is benevezett. Azt ismerem, csupa pattanás és valami fekete szar van a fogain. Mindig figyelek, nehogy hozzáérjen a pizzámhoz, ontotta az információkat John. Van még valaki? Tudakolta tovább Michael. A fekete gyerek, akinek fröcsköl a nyála, amikor beszél. Tudod, akinek most lőtték meg az apját. Mondta Tomi, aki mindent tudott. Lehet, hogy épp emiatt ő nyeri meg, aggodalmaskodtam, mert megsajnálják. Nyugi, Shakes, ha látjuk, hogy sajnálat alapján szavaznak, majd megkérünk valakit, hogy szúrjon hátba téged, kedveskedett Michael. Csak ne nagyon mélyen, ebben az ingben járok iskolába. Nem lesz mély, csak annyira, hogy nyerj. A tornaterem mennyezeti lámpáit lekapcsolták, mindössze a reflektor világított a padló közepén. Vagy 80 gyerek vette körül a parkettet, sok fiú és lány fogta egymás kezét, néhányan csókolóztak a sötétben. Kérem a twist verseny résztvevőit, fáradjanak a táncparketre, kérte a DJ a színpadról. Zakója feszült a vállán, nadrágja fel volt hajtva, fehér zokni kandikált ki alóla. Kapd el őket, Shakes, veregette meg Tomi a vállamat. Ha valaki közel jön hozzánk, ellökjük, hogy elveszítse az egyensúlyát, biztatott John. Itt várunk rád, Shakes, biztosított Michael, akár győzöl, akár veszítesz. Nem engedhetünk el egy szerencsepuszi nélkül, lihegte Carol, aki a tömegen átverekedve ért hozzánk. Fehér ruha volt rajta, fekete cipő és csipkés fehér harisnya. Hosszú, sötét haját lófarokba fogta össze. Michael rámosolygott. Oké, de te adod neki, mi már megcsókoltuk. Carol a nyakam köré fonta karjait, s gyengéden szájon csókolt. Csók vagy nem csók, Carol akkor sem kap a nyereményből, hangoskodott Tomi. Csupa szív vagy, öcsém, mondta neki John vigyorogva. A versenyzők egy-egy lámpa alatt álltak. A kör elég nagy volt ahhoz, hogy valamennyiünknek bőven legyen helye. A pizzás fiú és az egyik még mindig a Szent Ágnes iskola egyenruháját viselő ír fiú között álltam. Ruben velem szemben, teljesen nyugodtnak tűnt, egy fogpiszkáló lógott a szája sarkából. Csak a csoport legjobban öltözött tagja, egy magas, fekete fiú tűnt idegesnek.
Gyerünk, gyerünk! Kiabált a DJ. Elég gyengén utánozta Csabi csekert. Tapsoljatok, és induljon a twist! Csabi Cseker örömteli hangja megrezegtette a rossz hangszórókat, mi pedig twistelni kezdtünk. A barátok sikításokkal és bekiabálásokkal biztattak bennünket a tömegből. Először mindannyian egyszerűre vettük a figurát. A három irkölyköt kivéve, akik már az elejétől kezdve pörögtek és össze-vissza forogtak, hogy elkápráztassák a közönséget. A versenyt könnyű volt elveszíteni. Ha elesett az ember, vagy elrontott egy mozdulatot, vagy abba hagyta a twistelést, automatikusan kiesett. Ezt leszámítva a DJ volt a kijelölt bíró, aki körbejárt, s kiállított mindenkit, aki szerinte nem ütötte meg a mércét. Kevesebb, mint 20 perc alatt dőlt el, ki lesz a nyertes. Az egyenruhás ír esett ki először. Elveszítette az egyensúlyát, amikor féltérdre ereszkedett. Egyik barátja hamarosan követte egy elrontott előrehajolás miatt. Ők is írek, látod? Lögdöste Tommy Michaelt, s nevetett. Mint te. Meg hülyék is, kontrázott rá Michael. Mint te. A harmadik számnál már kezdtem kifulladni. Csorgott az arcomon és a hátamon a veríték. A reflektorok fényétől és a folyamatos mozgástól elmosódtak körülöttem az arcok. Ruben tartotta a ritmust, s engem nézett, időnként azért elmosolyodva, hogy tudjam, játékban van, és simán kap levegőt. A Twist in USA című szám végén a pizzás az oldalához kapott, s lesétált a parkettről. Egy alacsony lány nyúlt a keze után, átkarolta a derekát, és megpuszilta. Láttad ezt? Kérdezte John némi undorral a hangjában. Megcsókolta a ragyáit. Ennek a kráter arcúnak van barátnője, én meg egyedül járok moziba, rázta meg a fejét Tommy. Igazságos ez? Igen, közölte Michael. Ruben most gyorsabban mozgott, egyre alacsonyabban rázta, néha, mintha a padlót fényezte volna a térdével. A fogpiszkáló még mindig a szájában lógott, csak a mosolyát cserélte le egy vigyorra. Látszott, hogy minden ütemmel nő az önbizalma. A fekete fiú iszonyatosan izzadt. Nem sokat adott a stílusra. Kezdett görcsölni a lába. A fények is láthatóan egyre jobban zavarták. A jobb térdét rázta, de még így is valahányszor leereszkedett, fájdalmasan felnyögött. Végül a DJ, aki hátratett kézzel mászkált közöttünk, odalépett hozzá, a fülébe súgott valamit. A srác ránézett és bólintott. Abba hagyta a táncot. Lebicegett a parketről. Szegény srác, mondta Carol, biztosan nagyon fáj a térde. Hát semmit sem jelentett, hogy az apja kapott egy golyót, gúnyolodott Tommy. Ugyan, ahhoz valakiének meg kell halnia, hogy ebben a versenyben vigye valamire. Már csak hárman voltunk. Úgy éreztem, még vagy 5 percre elegendő szufla van bennem. Ha tovább tart, akár el is temethetnek az $50. Úgy tűnt, Ruben egész éjjel táncolni tudna, zenével vagy zene nélkül. Ez most azoknak szóljon, akik még versenyben vannak, kiabált a DJ. Éljenek New York Twist királyai! Az ír gyerek abba hagyta a táncot egy pillanatra, hogy együtt ünnepelje magát a közönséggel, ezért el kellett hagynia a táncteret. Ez a gyerek hülyébb, mint egy páfrány, állapította meg Johnny. A DJ vagy az ír? Kérdezte Tommy. Mind a kettő, rendezte el a dolgot Michael. Oké, srácok, lássuk, mit tudtok! Próbálta fokozni a hangulatot a DJ. Már csak ketten maradtatok! Csorgott rólam a veríték. Az ingem a hátamhoz és a hasamhoz ragadt, a hajam az arcomba tapadt. A farmerom túl bő volt, a derekamon úgy folyt a víz, hogy csak még jobban lecsúszott. Már a cipőm is csúszkálni kezdett a tornaterem padlóján. Volt még néhány jó mozdulatom, elkezdtem bevetni őket. Féltérdre ereszkedtem, a másik lábam kinyújtottam felfelé. A sötétben hallottam, hogy a mögöttem állók újonganak és fütyülnek. Lementem, amilyen mélyre csak tudtam.
Folyamatosan twiszteltem, aztán a két lábam között a földre tettem a kezem, csináltam egy spárgát, visszaugrottam a pozícióba, s táncoltam tovább. Ez az! Hallottam Tomi hangját. Mutasd meg nekik, kajálják be ezt a Fred Astaire szarságot! Most a puertorikóinak kell mutatnia valamit, mondta Michael. Különben veszít. Mi lesz, ha lenyeli a fogpiszkálót? Érdeklődött John. Akkor nyerünk, nyilvánította ki Michael. Ruben is neki kezdett a figurának, de elrontotta. A tömeg tapsolt és ujjongott, amikor Ruben leereszkedett, a padlóra tette mindkét kezét, s egy szaltóval próbálkozott. Az sikerült is, még a kezét sem hajlította be, de megcsúszott a cipője, amikor leérkezett. Fenékre ült a fogpiszkálóval a szájában. Megálltam, oda mentem hozzá, kezet nyújtottam neki, felhúztam a földről. Szép figura volt, ismertem el. Jövő nyáron lenyomlak, jött a válasz. Idén nyáron is majdnem lenyomtál. Körülvett bennünket a tömeg, az emberek tapsoltak, fütyültek, kiabáltak. A kiabálás még hangosabb lett, amikor a DJ kezembe nyomta az 50 dolláros bankót, a győzelem jeleként pedig magasba emelte a kezem. Gazdagok vagyunk! Kiabálta felém rohanva Tommy. John, Michael és Carol követték. Gazdagok vagyunk! Ebből egy hónapig elélünk. Pizza, képregények, olasz fagylalt, sorolta John. Miénk a város? Szerencséd volt, mosolygott Michael. Mindig jobb szerencsésnek lenni. Nem jár még egy puszi, mondta Carol. Túl fáradt vagyok a csókolózáshoz. Az sem biztos, hogy járni tudok. Nem is kell, rikkantotta Tommy. Te vagy a bajnok. Viszünk. Elkapta az egyik lábam, John és Michael meg a másikat. A vállukra vettek, miközben a tömeg még mindig a nevemet kiabálta. Keresztül vittek az egész tornatermen, a fekete bejárati ajtónál óvatosan lehajoltak, majd kiértünk az utcára. Hova megyünk? Kérdeztem. Hátrahajtottam a fejem, élveztem, ahogy a hűvös esti szellő lehűti az arcomat. Bárhová, felelte Michael. Oda megyünk, ahová akarunk. Van időnk, mondta John, és végre pénzünk is. Bárhová mehetünk, örömködött Tommy. Semmi sem állíthat meg bennünket. Egy lámpa alatt álltunk az 50. utca és a 10. sugárút sarkán. John, Tommy és Michael még mindig a vállukon tartottak. Mellettük Carol mosolyjal az arcán lassan táncolt egy szemetes kuka körül. Miénk volt az éjszaka, miénk volt az utca. Fényes jövő állt előttünk. Azt hittük, nem veszítjük el egymást sohasem. With you. Yeah, yeah, yeah. Making with the shaking to and fro. Yeah, woo! From Boston to LA. Don't you know they're twisting USA? Yeah.